Sziasztok! Itt vagyunk a Bercsényi Kollégiumban, és percekkel ezelőtt zárult a GSK Liska szakkollégiumok közötti barátságos mérkőzés. A végeredmény 76-50 a GSK szakkollégium javára. Szerintetek ki volt a meccs játékosa most? Ilyenkor a győztes csapatból illik mondani? Tök mindegy, bármelyikből. Én az összes csapattársamat kiemelném, mint a győztes játékos. Mindenki, igen, mindenki ugyanolyan jó volt, mert amikor már láttuk, hogy vezetnek a gépészek, mi akkor is összetartottunk és biztattuk egymást, úgyhogy nem szeretnék egyet sem kiemelni. Mindenki nagyon jó volt, srácok, nagyon jók voltatok, büszke vagyok rátok. Szerintetek ki volt a meccs játékosa? Egyértelműen Daca. Egyértelműen Ádám. Egy 10-es skálán milyen volt a meccs? 12-es. Hát minimum 12, egyetértek szerintem is 12-es. Ugye GSK drukkerek vagyunk, és iszonyat jó csapatjáték volt köztük, de nyilván a Liska szakkor is nagyon ügyes volt. Előreláthatólag hány gyógysor fog elfogyni a meccs után? Semennyi, mert antibiotikumot szedtem. Hú, hát igazából fogalmam sincs, ez most egy elég váratlan kérdés volt. Hát nem terveztünk most ünnepelni jelenleg, majd szombaton lesz a szakkollégiumnak az évzáró vacsorája, majd talán akkor lesz rá lehetőség. Ádám nagyon megfontolt, én azt mondanám, hogy egy sörre beülünk az ellenféllel együtt. Mi volt a meccs apropója? Ebben a fél évben az jutott eszünkbe, hogy jó lenne szakkollégiumok közti kosárlabdát rendezni. Igazából edzésekre jártunk el heti rendszerességgel, és azt gondoltuk, hogy a fél év végén jó lenne ezt megkoronázni egy meccsel. Ez volt igazából az egésznek a hátterében.